30 kisiskolást és 6 felnőttet kellett kimenteni egy tanúszodából Zalaegerszegen, mert a karbantartó véletlenül savat öntött a hipóba és mérgező klórgáz képződött. A 7-8 év körüli gyerekek szerencsére még az öltözőben voltak, így gyorsan az udvarra tudták őket kísérni. Az iskolások közül senkinek sem esett baja, egyedül az uszoda karbantartóját vitték kórházba, de őt is csak megfigyelésre. A tanúszoda gépháza, ahol reggel fertőtlenítőt akart keverni a karbantartó. A férfi nem először csinált ilyet, több mint 20 éve dolgozik az uszodában. Kollégái szerint precíz, körültekintő ember most mégis hibázott. Savat öntött egy nagy tartály hipóba, elmondása szerint véletlenül. A képződő klórgáz ellepte a gépházat. A karbantartó azonnal észlelte a bajt, hívta a katasztrófavédelmet, és mindenkit kiküldött az uszodából. A gyerekek egyáltalán nem voltak veszélyben. Veszélyben egyedül a gondok volt, hiszen ő közvetlenül érintkezett a gázzal, őt megfigyelésre a mentők elvitték a zalaegerszegi kórházba. A második osztályos kisdiákoknak óriási szerencséjük volt. Egyrészt a gépházból alig jutott ki klórgáz, másrészt az óra még nem kezdődött el, vagyis nem a vízből kellett menekülni. A legtöbben még csak meg sem ijedtek, mondta a híradónknak az iskolaigazgatója. Azonnal ott kiküldték őket az épületből, de felöltöztek. Tehát a lányok fele az, aki még addig átöltözött, a fiúk pedig még át sem öltöztek. Úgyhogy ebből nem volt gond, hogy most egy szál fürdőruhába kellett volna kiruhanniuk a hóba. A diákokért busz jött, elvitte őket az iskolába, ahol menetrend szerint folytatódott a tanítás, mintha semmi sem történt volna. A katasztrófavédelem közben folyamatosan mérte a klórgáz koncentrációt, de csak a gépházban találtak egészségre ártalmas mennyiséget. A tartályt, melyben a klórgáz keletkezett, a szabadba vitték a tűzoltók, átszellőztették az épületet, az uszoda egy-két nap múlva újra kinyit. Azt, hogy pontosan mi történt és terhele valakit felelősség, még vizsgálják.